egészen más, majdnem más témával folytatjuk, bár lényegében pénzügyről lesz most is szó. Az online vásárlás annyira népszerű Magyarországon, hogy van olyan hazai webáruház, ami a harmadik leglátogatottabb oldal az országban, és alig 2 másodpercenként kerül fel rá egy újabb hirdetés. Az országban működő 6000 aktív webáruház összesen 273 milliárd forintos online forgalmat bonyolított 2014-ben. Ez derült ki az Ennet felméréséből. Az online kereskedelmi kutatásból az is látszik, hogy a vásárlók régiós megoszlása szerint az észak-alföldi régió a második legaktívabb. Az online vásárlók több mint fele a 18-39 éves korosztályba tartozik, és 50%-uk legalább 3 éve aktív felhasználója az internetes áruházaknak, tehát visszatérő vásárlók. A megkérdezettek fele a kedvező árak és a kényelmes házhozszállítás miatt vásárol a neten, egyharmaduk pedig a széles választékot tartja a legfontosabbnak. Az apró hirdetési piacon a szezonális termékek mellett vannak örök slágerek is. Tavasszal jellemzően megugrik például a kerékpárok, fűnyírók és a sportruházat kereslete, de minden hónap toplistáján szerepelnek a bútorok, a játékok és a háztartási gépek is. A két legnagyobb online vásárlótér Magyarországon meghatározó szerepet tölt be az internet felhasználók mindennapjaiban. A két apró hirdetési oldalon jelenleg összesen 5,3 millió eladó termék közül lehet válogatni. A legnagyobb hazai online vásárlótér idén márciusban a harmadik leglátogatottabb magyar oldal lett, így több ismert híroldalt is megelőzött. Erre a felületre 1,8 másodpercenként kerül fel új termék, és 11 másodpercenként új gazdára talál egy. 2016 első negyedévében már 704 ezer terméket adtak el, ennek az összértéke 215 milliárd forint volt. Azt hiszem arról beszélgetni, hogy van-e értelme, megéri-e online térben vásárolni, vagy nem, már talán nincs is értelme. Inkább arról fontos beszélni, hogy mire kell odafigyelni, mikor valaki a neten akar valamit megvásárolni. No, ebben lesz segítségünkre Görömbeiné Balmaz Katalin, a megyei békéltetődés terület elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. No, hát akkor hallható volt, nagyon szeretnünk neten vásárolni, úgy tűnik. Mire kell odafigyelni, amikor azt gondolja valaki, hogy egyszerűbb, nem áll sorba, nem tülekedik, hanem kiválasztja az interneten, rákattint, és aztán jöhet az áru. Hát ez a legfőbb dolog, hogy mielőtt rákattintunk, előtte tájékozódjunk. Tehát nagyon fontos az, hogy mielőtt megrendelünk egy terméket, először tájékozódjunk magáról a webáruházról, mert akkor szabályos egy webáruház, ha azon nem csak maga az internetes cím van jelen, hogy tudunk, hogy akármilyen online áruház, hanem megtaláljuk azt, hogy ki üzemelteti azt, tehát ki a cég, aki emögött a áruház mögött áll, annak az elérhetőségeit, tehát egy telefonszám, ne adj Isten, egy postai cím, egy e-mail cím mindenképpen, valamint az általános szerződési feltételek, amiket csak úgy rákattintunk, hogy elolvastuk, de nem árt, hogyha időt szánunk rá, különösen, hogyha nagyobb értékű terméket vásárolunk, mert ott az ördög a részletekben rejlik, tehát van olyan, hogy akkor ér bennünket meglepetés, amikor valami problémánk van, és kiderül, hogy az általános szerződési feltételek elolvasása esetén ezzel szembesültünk volna, és esetleg nem rendeltük volna meg ezt a terméket. De hogy milyen jogok is ér, milyen jogok is azok, amik a fogyasztó, amivel élhet. Hát először is kezdjük ott, hogy leültünk a gép elé, és mondjuk tévesen kattintottunk rá egy termékre. A webáruháznak lehetőséget kell arra biztosítani, hogy az ilyen téves kattintásokat törölhessük, tehát vagy a kosár ürítése, vagy valamilyen más módon. De... Tehát, hogy többet kelljen kattintani ahhoz, hogy... Nem, hanem mielőtt elküldöm a megrendelést, előtte lehetőségnek kell lenni arra, hogy ellenőrizzem, hogy mit rendeltem meg, és hogyha olyan dolog is, mert általában ugye kosárnak nevezzük azt a bizonyos felületet, amiben belepakoljuk az árut, amit megrendelünk, tehát lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszalépjünk, tehát hogy ne automatikusan küldje el a rendszer a megrendelésünket, hanem nekünk külön kelljen azért kattintani, hogy elküldjük ezt a megrendelést. Másik dolog az, hogy amikor a megrendelésünk elment, akkor 48 órán belül valamilyen visszajelzést kell arról kapnunk, amiben közlik azt, hogy mit rendeltünk meg, milyen összegért és milyen egyéb költségek terhelnek bennünket.
Igen, az előbb elfelejtettem még mondani, hogy nem csak a termék árát érdemes nézni, mert nagyon gyakran előfordul, hogy a vételár az aránylag alacsony az ilyen webáruházaknál, hanem minden esetben tájékozódnunk kell arról is, hogy a csomagolási és a szállítási költség esetleg nem olyan magas-e, hogy nem érdemes mégsem ebben a áruházban vásárolni, és inkább nézzünk meg több áruházat, hasonlítsuk össze a termékeket, és bármennyire is kényelmes, de azért mégiscsak alapos utánajárás után rendeljük meg azt a bizonyos terméket. Az igaz, hogy 14 napunk van arra, hogy visszaküldjük? Igen. Azért az a boltban nincs így. Nincs, pont azért van ez a törvényi szabályozás, mert a boltban meg tudjuk fogni, fel tudjuk próbálni a terméket. Itt viszont látunk egy képet róla, ami lehet, hogy az a ruha nem is olyan anyagból van, amelyet én elképzeltem, vagy az a gép nem is azt a teljesítményt adja, amire gondoltam. Tehát pont az a lényege az internetes vásárlásnak, hogy amikor átvettem a terméket, azt követően 14 naptári nap, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, tehát szombat-vasárnap ünnepnap beleszámít, áll annak rendelkezésére, hogy én ezt a terméket kipróbálhatom, felpróbálhatom, beüzemelhetem, és hogyha úgy döntöttem, hogy mégsem ez az a termék, amit én szerettem volna, akkor indoklás nélkül elállhatok a szerződéstől, hogy hogyan történik ez. Legcélszerűbb ezt írásban megtenni, mert az írásnak ugye nyoma marad, ha van az internetes áruháznak mondjuk postai címe, akkor célszerű tértivevényes levélben ezt az elállást gyakorolnunk. Ha problémát jelent, hogy mi is ez, vagy minek is kell ennek tartalmaznia, akkor a kormányrendelet, ami ezekről a dolgokról rendelkezik, ez a 45/2014-es kormányrendelet, a mellékletében van egy ilyen nyomtatvány, ami az elállásnál fel lehet használni. Rengeteg mindenről lehetne még beszélni, de a műsor eddig tartott. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A szakértelmére a későbbiekben is számítunk, és hogyha bármilyen ilyen probléma van, akkor szólunk önnek és elhívjuk, jó? Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm, hogy eljött.